Szeretettel köszöntök mindenkit. Hülber László vagyok, a Szegedi Nevelés Tudományi Intézet doktor jelöltje, és az online tesztelés, reliabilitási és validitási kérdéseit vizsgálom számítógép és papír alapú tesztelés összehasonlító vizsgálatával. Az online tesztelés népszerűsége fokozatosan növekszik. Amerika élen jár már az átállásban. Ott az iskolák 72%-a valamilyen formában foglalkozik online teszteléssel. Az európai gyakorlatnak is nagy lendületet adhat a PISA 2015-től való számítógép alapú tesztelése való átállása. A technológia fejlesztő hatása a mérés értékelés minden egyes szintjén kimutatható. Most a konkrét előnyök helyett inkább annak a következményeire szeretném felhívni a figyelmet. Tehát például lehetővé válik eddig nem mérhető képességek mérése, dinamikus multimédiás megoldásokat felhasználva, itt például ezen a képernyő képen egy kollaboratív probléma megoldást mérőeszközről látunk egy képernyőképet. Információ gazdagabb tesztelési forma, ami azt jelenti, hogy papír alapon ugye csak a végeredményt tudjuk meg, míg számítógép alapon a billentyűzet tevékenység, az egér tevékenység naplózása nap következtében látjuk a tesztben való mozgást, a próbálkozásokat, illetve webkamera révén a szemmozgás, a mimika rögzítése is lehetővé válik, ezáltal lesz információgazdagabb tesztelési forma, illetve a költséghatékonyság is minden egyes szinten és formában kimutatható, ezáltal több mérés lehet megvalósítani, így az adott területen egy pontosabb helyzetképet vázolhatunk fel. Az átállás azonban számos pszichometriai kérdést felvet. Ezek közül a legjelentősebb, hogy megfeleltethető-e egymásnak a papír és számítógép alapú tesztelés eredményei. Ez az átállás első szintjén jelenik meg, amikor a papír alapú teszteket szeretnénk számítógép alapú környezetbe ültetni. Itt ugye elsősorban a korábbi papír alapú eredményekkel való összevethetőség érdekében, azonban a második, harmadik generációs tesztelésnél, számítógép alapú tesztelésnél, tehát amikor például multimédiás itemeket használunk fel, nem merül fel az ekvivalencia kérdése, hiszen ott nem létezett korábbi papír alapú változat. Illetve egy másik lényeges kérdés, hogy lehetnek-e hátrányosan érintett tanulói körök az átállás következtében. Az eddigi kutatások eredményei rendkívül diverznek mondhatók, aminek a hátterében az áll, hogy különböző mérési intézetek, eltérő mérőeszközökkel, különböző mintakialakításokkal és eltérő eljárásokkal vizsgálták az ekvivalencia kérdését. Azonban ennek egy következménye volt azon ajánlás megfogadás, ami szerint minden jelentősebb mérésértékelési intézet elkezdte a saját technológiai hátterével a saját mintáin vizsgálni ezeket a kérdéseket. A kutatások eredményei azonban abból a szempontból közös nevezőre hozhatóak, hogy a számítógép és papír alapú teszt konstruktumok olyan paraméterei, mint például a megjelenítés, a tesztben való mozgás, a javítás lehetősége, hogyha ezek megegyeznek, akkor a média hatás mértéke lecsökken. Jelen kutatás célja az, hogy vizsgálja a kisiskolások elsőtől a hatodik évfolyamon a számítógépen nyújtott teljesítménye mennyire megbízható, illetve hogy az azonos itemek hogyan viselkednek számítógépes és papír alapú környezetben, milyen item paraméterek fejthetnek ki média hatást, illetve milyen egyéb más tartalmi, formai és technikai jellemzők lehetnek befolyással.
A mintát, a kiinduló adatokat a Szegedi Nevelés Tudományi Intézet 2010-ben papíron diagnosztikus mérések során felvett matematika adatai jelentik. 2012-ben az én koordinálásom alatt történt a számítógép alapú felvétel EDIA platform alkalmazásával. Itt minden évfolyamon sikerült legalább 3000 főt bevonni a mérésbe. A minta régió és település típus szerinti eloszlását látjuk. Jobb oldalt a reprezentatív adatokat. Itt a régiók tekintetében a Dél-Alföldnél egy található a legnagyobb maximális 10%-os eltérés, település típus szerint pedig azt látjuk, hogy a község túlreprezentált a városhoz képest. Papír alapon évfolyamonként átlagosan 30 tesztváltozat került kidolgozásra. Azokat az itemeket, amelyeket azonosan lehetett reprezentálni, azokból készült számítógép alapon eltérő 10 tesztváltozat. A felépítésük úgy néz ki, hogy egy tesztváltozat 3 klaszterből, egy klaszter 3-4 feladatból áll, és egy feladat pedig 4-5 itemet tartalmaz, így összességében 184 matematika feladatot lehetett összehasonlítani, ami 879 itemet jelentett. Itt azt látjuk, hogy hogyan néz ki egy feladat papír alapon, tehát ugye itt be kell karikáznia, vagy át kell húzni a helyes válasz betűjelét, és a számítógépen pedig úgy néz ki, hogy ott egy a feladatok jele előtt egy igaz-hamis gombot láthatunk. Mivel eltérő mintakialakításokat használtam, ezért a megbízhatóság növelésének érdekében mintaillesztést végeztem a számítógépen dolgozókhoz a papír alapon megoldók közül. Évfolyam nem régió, anya és apa iskolai végzettsége, illetve kerekített tanulmányi átlag alapján. Itt a tanulók többségét legalább 5 szempont szerint sikerült illeszteni. Mivel eltérő tesztváltozatokkal dolgoztam, így az eljárásokhoz a valószínűségi tesztelméleti módszerek váltak alkalmassá, azon belül is a kétdimenziós RAS modellt használtuk. Itt a képernyőn ugye a tesztváltozatokat valamilyen módon össze kell kapcsolni ahhoz, hogy őket lehessen elemezni. Itt az egyes színe, az azonos színek jelentik az azonos klaszterokat, így minden klaszter a teszt elején, közepén és végén is tudott szerepelni, és ilyen módon volt összekapcsolva mind a 10 tesztváltozat. Az összehasonlítás biztosító paraméterek rendszere az információ feldolgozáshoz, a feladat megoldáshoz, illetve a feladat megoldó tevékenységhez kapcsolódott. Információ feldolgozásnál vizsgáltam a feladatokhoz tartozó információ mennyiségét, típusát, azok elrendezési módját. A feladat megoldásnál a feladat megoldás közben működő pszichikus struktúrát, a feladatok tartalmi jellemzőjét, kontextusát, illetve műveleti jellemzőket. A feladat megoldó tevékenységnél pedig a konkrét feladat típust, az eszköz használat jellegét, hogy egér vagy billentyűzet dominanciájú, illetve szövegalkotó feladatoknál a válasz típusát, illetve hosszát. Ezen a táblázaton a tesztek megbízhatóságát láthatjuk. Évfolyamonkénti bontásban bal oldalt a számítógép alapú, jobb oldalt a papír alapú eredményeket. Egyrésztről fel vannak tüntetve a Kronbach alfa értékek átlaga, a tesztváltozatonkénti átlaga, illetve a legkisebb Kronbach alfa érték, valamint a RAS modell illeszkedését leíró személyszeparációs reliabilitás. Itt, hogyha megnézzük az egyes értékeket, akkor az látszik, hogy minden egyes évfolyamon a számítógép alapú tesztelés megbízhatóbbnak bizonyult. Az elemzések alapját az adta, hogy a RAS modell által kiszámolt item nehézségi értékeket hasonlítottuk össze.
jobb oldalt tépróvával, látjuk, hogy nem adódott szignifikáns különbség. Az évfolyamonkénti eltéréseket jobban mutatja az egyes itemnehézségi értékek korrelációs értékei. Itt azt látjuk, hogy az első három évfolyam egy 0,7-es érték adódik, és utána pedig 7%-ként emelkedik, 6. évfolyamra egészen az erős 0,92-os értékig. A bal oldalt a feladatokhoz tartozó karakterszám és az item nehézségi értékek korrelációját láthatjuk CB, azaz számítógép és PP papír alapon. Látjuk, hogy első évfolyamon meghatározó, hogy egy feladat hány karakterből áll. Ez az erősség azonban évfolyamról évfolyamra csökken, ami azonban ennél lényegesebb, hogy a korrelációs értékeknek a szignifikancia vizsgálatát Z-próbával elvégezve láthatjuk, hogy nincsen ezen értékek között szignifikáns különbség. Jobb oldalt a feladat a válaszadáshoz szükséges karakterek számának és az item nehézségi értékeknek a korrelációját láthatjuk. Hasonló tendencia figyelhető meg, azaz évfolyamról évfolyamról csökken ennek a jelentősége, illetve szintén azt, hogy nincsen szignifikáns különbség az egyes korrelációs értékek között. És akkor további eredményeket kiemelve, első évfolyamon a grafikus elemeket tartozó feladatoknál a számítógép alapon jobban teljesítenek az itemek. A feladatok kontextusa és a feladat megoldás közben szükséges pszichikus struktúra mindkét közvetítő eszközön azonosan befolyásolta a feladatok nehézségét. A feladatok tartalmi vonatkozásában a 6. évfolyamon megjelenő statisztika feladatok megoldása bizonyult nehezebbnek papír alapon. A feladat típus esetében az alternatív választást kínáló feladatok az első három évfolyamon bizonyultak könnyebbnek számítógépen. Az eszközhasználat tekintetében a 3. évfolyamon megjelenő szimbólum billentyű kombinációt igénylő szimbólumok bevitele jelentett nehézséget számítógép alapon. Illetve első évfolyamon azok a feladatok, amelyek csak egérhasználatát igényelték, azok könnyebbnek bizonyultak, azonban a parciális korrelációt megvizsgálva kiderült, hogy ez kizárólag az alternatív feladattípusnak használható, ugyanis ezeknél a feladatoknál csak egérrel történik a megoldás. További eredményekhez szerettünk volna jutni, és ehhez a számítógép és papír alapú itemek közötti kapcsolatot láthatjuk ezen az ábrán. Minden egyes pont egy-egy itemet prezentál, viszintesen az online item nehézségi értéke, függőlegesen a papír alapú nehézségi értéke látható, tehát az az ideális eset, hogyha ez a két érték egybeesik, ezt mutatja a piros egyenes vonal, illetve fel van tültetve a plusz-minusz 1, illetve plusz-minusz 2 szórás értékek. Egy szóráson belül található az itemek 77%-a, a szaggatott vonal alatt, illetve felett elhelyezkedő itemek lehetnek felelősek a különbségekért, amelyeknek az egyes tulajdonságait próbáltuk csoportosítani. Ebből az adódott, hogy az első-második évfolyamon a kombinatorikai tartalmú, magasabb szintű műveleteket tartalmazó, permutálást igénylő teljes választípusú feladatok bizonyultak nehezebbnek, míg 3.-6. osztályban az algebra tartalmú, ismeretet számon kérő szimbólumokkal dolgozó rutin feladatok. Ugye és vagy kapcsolat lehet az egyes pontok között. Az eredmények alapján elmondható az, hogy a számítógép alapú tesztelés kisiskolás korban is megbízhatóan alkalmazható, ezt igazolják a magas reliabilitási, személyszeparációs reliabilitási mutatók, illetve a magas korrelációs értékek, amelyek felső tagozatban már olyan értéket jelentenek, hogy
függetlenül az egyes paraméterektől kijelenthetjük, hogy fölcserélhetőek ezek az eredmények. A feladatok üresen, válaszolatlanul hagyása papír alapon sokkal gyakoribb, mint számítógépen. Tehát ugye itt az alternatív választás típusú feladatokra gondolva, a diákok számítógépen jobban mernek tippelni, mint papír alapon. Itt valószínűleg a tesztkonstruktumhoz tartozó korábbi élményeik határozzák meg. Tehát például, hogyha a számítógépes játékokra gondolunk, az egyik oldalon, ahol következmények nélkül lehet tippelni, illetve papír alapon pedig mondjuk a dolgozat eredményeit jelentő veszélyeztetettebb környezetre. A hipotéziseinkkel ellentétben a felelet alkotó, tehát a billentyűzet használt igénylő feladatok sem okoztak szignifikáns különbséget. A szignifikáns különbség a bonyolultabb többjegyzetelést, permutálást, kombinatorikai tartalom feladatoknál jelentkezett. Itt Johnson és Green munkájára utalva azt gondoljuk, hogy mivel a gyerekek nem használják az eléjük kitett papírt jegyzetelésre, több műveletet próbálnak fejben elvégezni, és ez okozza a teljesítménykülönbségeket. Azonban, hogyha a papíralapú módokhoz igazodva a változatos feladatformákat használunk a tesztelésnél, akkor ezek a hatások kiküszöbölhetők, illetve ellenkező esetben, tehát ha csak egy bizonyos típusból többet tartalmaz a teszt, akkor érdemes erre külön figyelmet fordítani. Az, hogy a grafikus elemek használata számítógépen eredményesebb volt, mint papíralapon, annak a hátterében azt gondoljuk, hogy a képek számítógépen megjelenítve látványosabbak, jobb felbontásúak, élethűbb a színük, és ez egy motiváció növekedést okoz. És a legkisebbek technológiai jártasságának növelésében, tehát például egér, billentyűzet használat, görgetés, szimbólumok bevitele pedig segítséget adhat egy tanulást és gyakorlást is biztosító online tutoriálnak a használata, ami valamilyen változatban már készen van, és itt játékos formában láthatják a gyerekek az egér működését, és különböző feladatokat végezhetnek el. Mi a bal egér gombit, például az egér kurzort rá kell vinni a téglalapra és kattintani egyet. Akkor én ezzel szeretném megköszönni a figyelmet.